Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a figyelmet, és köszönöm a felvezetőt, és a következő 45-50 percben a népi kollégiumi mozgalomról fogok beszélni. Lehet, hogy van a közönségben olyan, akinek ez ismerős, lehet, hogy valakinek nem. Én erről a témáról szoktam városi sétákat tartani, fogok egyet különben két hét múlva hétvégén, április 22-én a Közéletiskolája szervezésében. Egyetemi óráimon is szoktam szót ejteni erről, ezért úgy beszélek erről, hogy azoknak is így belépési pontokat adjon, akik nem találkoztak adott esetben ezzel a mozgalommal, vagy ezzel a témakörrel. És egy szót szerettem volna még mondani a személyes motivációimról, vagy a személyes indítatásaimról, hogy kezdtem el ezzel a magyar egyetemi mozgalommal foglalkozni. Én magam a egyetemi éveim alatt szakkollégista voltam, és alapvetően a magyar szakkollégiumok mindig valahogy így szeretnek visszautalni a népi kollégiumi 1940-es évek népi kollégiumi mozgalmára. Van, amikor közvetettem, van, amikor közvetlenül, de hogy ott fedeztem föl magamnak ezt a most már lassan 80 éves kezdeményezést, és ott fedeztem föl, hogy ez mennyire izgalmas és mennyire fontos. És akkor így egy ponton elkezdtem ezzel így mondjuk tudományosan is foglalkozni, és akkor ennek itt a kutatási eredményeim első verzióját tavaly írtam meg ebbe a kötetbe, a Népi Kollégiumok Mozgalmi Pedagógia az 1940-es évek sodrában címmel. Ez a Felszabadítás pedagógiája című kritikai pedagógiai szöveggyűjteményben, kötetben van, amit a Közéletiskolája adott ki. A kötet ingyenesen megrendelhető szerintem a Közéletiskolája honlapjáról. Ez egy ilyen ritka szerencsés pillanat, amikor jó minőségű olvasmányt lehet ingyen beszerezni, illetve le is lehet tölteni. Föltettem a diára a QR kódot, amire kattintva akár most is le tudják tölteni, de nyugodtan otthon is rá lehet keresni ezekkel a kulcsszavakkal, hogy a Felszabadítás pedagógiája PDF verzióban elérhető az interneten. Miután most bevezettem azt, hogy hol érhető el, és itt lefutottam ezeket a marketing köröket, szeretnék röviden arról beszélni, hogy egyáltalán miről fogok beszélni, vagy mi volt a népi kollégium mozgalom, miért fontos ez, és utána vágnék bele az előadás érdemi részében. Alapvetően a népi kollégiumok egy 1940-es évekbeli mozgalom volt, olyan mozgalom, amiben egyetemisták vettek részt, és nem is akármilyen egyetemisták, vagy nem bármely egyetemista, hanem olyan egyetemisták, akik parasztok voltak, vagy paraszti származásúak voltak, és az volt az ő ambíciójuk ezzel a kollégium alapítással, illetve aztán nem is csak egy kollégium megalapításával, hanem egy kollégiumi mozgalom megalapításával, hogy egy új társadalomhoz illő új értelmiséget neveljenek magukból. Azaz több volt a céljuk annál, mint hogy lehetőséget adjanak paraszti származású fiataloknak a felsőoktatásba való bejutásra, több volt az ambíciójuk annál, mint hogy több paraszti származású fiatal kerüljön be a felsőoktatásba, váljon értelmiségévé, és így tovább, hanem alapvetően az volt a céljuk, az volt az ambíciójuk, hogy egy olyan új társadalmat hozzanak létre, amiben a parasztság, mint alávetett, kizsákmányolt osztály megszűnik létezni. Azaz volt egyrészt egy ilyen nagyon erős és nagyon ambiciózus társadalomformáló céljuk, és másrészt ezt nem is akárhogyan próbálták elérni, hanem a úgynevezett kritikai pedagógia eszköztárával, amit nem szeretnék most így hosszabban kinyitni, hogy mit értünk ez alatt, de alapvetően arra az volt a lényeg, vagy az volt a fő céljuk, hogy mindezt demokratikusan tegyék. Az oktatás az alapvetően nem feltétlenül egy demokratikus műfaj, vannak oktatók és vannak hallgatók, az oktatók kérdeznek, a hallgatók válaszolnak, sokszor ez egy ilyen egyenlőtlen viszony. Ők alapvetően úgy képzelték el az oktatást, és olyan oktatási formákat is próbáltak létrehozni, amik demokratikusan működnek. Ez azt jelenti, hogy amikor kollégiumot hoztak létre, együtt éltek egy kollégiumban, akkor együtt hoztak döntéseket, demokratikusan, közös gyűléseken, nem úgy, hogy volt egy igazgató, aki megmondta a többi kollégistának, hogy mi a teendő. Volt egy igazgatójuk, de ő alapvetően inkább kifele képviselte a kollégiumot, de alapvetően nagyon erősen törekedtek arra,
hogy a kollégiumnak a belső működése is demokratikus legyen, ami nagyon egybecsengett azzal az ambíciójukkal, hogy ők is egy demokratikus társadalmat szerettek, képzeltek el, vizionáltak, azt szerettek volna megvalósítani. És ez szerintem azért is egy izgalmas és inspiráló kísérlet, mert ahogy így az 1940-es évekre szoktunk gondolni, ahogy a történelemkönyvek leírják az 1940-es éveket, a legritkábban gondolunk szerintem a 40-es évekre úgy, mint ami az ilyen inspiráló, kritikai, pedagógiai kezdeményezések korszaka volt, amikor ilyen alternatív oktatási formákkal kísérleteztek paraszt fiatalok. Alapvetően a 40-es évekre, mint a háborúk korára szoktunk gondolni, és ezek a sok szempontból korlátos, de sok szempontból inspiráló mozgalmak valahogy a feledés homályába vesznek, és akik ma keresnek jó példákat vagy inspirációkat arra, hogy hogyan lehetne a társadalmat máshogy csinálni, ritkábban néznek vissza a mi saját hazai múltunkba, hanem inkább külföldről merítenek inspirációkat, ami szerintem abszolút legitim és fontos, de emellett szerintem azt is érdemes mindig fejben tartani és végig gondolni, hogy a saját történelmünkben milyen olyan progresszív mozgalmak vannak, amiknek adott esetben a jelenre nézve is lehet relevanciájuk. És végül, de nem utolsó sorban, a népi kollégiumi mozgalom még egy fontos szempontból kitűnik a korszak pedagógiai kezdeményezésé között. Alapvetően abból, hogy egyrészt nem kevesekhez akart szólni, és másrészt, hogy demokratikusan működött. Voltak a korban más demokratikus pedagógiai kezdeményezések, voltak ilyen demokratikus reformpedagógia mentén működő iskolák, de ezek alapvetően elitiskolák voltak. Budapest legdrágább részein alapvetően úri gyerekeknek szóltak, a Naphegyen, efféle helyeken, így képzeljék el. És másrészt voltak tömegmozgalmak fiataloknak, amik nem demokratikusan működtek, hanem alapvetően egy központosított hierarchikus rendszerben, mint például a Cserkész mozgalom, Levente mozgalomra mondhatjuk, aminek nem a belső demokrácia voltak az alapelvei. És valahogy ezt a kettősségen akart túllépni, vagy ezt a kettősséget próbálta meghaladni a népi kollégiumi mozgalom, hogy egyszerre az volt az ambíciójuk, hogy ez egy tömegmozgalom legyen, és azt majd mindjárt mutatom, hogy ezt maguk módján rövid időre, de el is érték, és másrészt az volt az ambíciójuk, hogy eközben a demokratikus szerveződés, belső szerveződés módjukat ne adják föl, sőt, alapvetően az volt az ambíciójuk, hogy a saját demokratikus belső szerveződésük az csak egy ilyen előhangja vagy főpróbája legyen egy demokratikus társadalom kialakításának. Maga a mozgalom egy elég apró mozgalomként indult 1939-ben. Praktikusan 2-3 tucat paraszt fiatal alapította meg ezt a mozgalmat, és nem volt egy hosszú életű mozgalom, a 39 a kezdőpont, a 49 a végpont, és mégis látszódik a léptékbeli ugrás, hogy egy darab kollégiummal indult el a mai Királyi Pál utcában, tényleg egy-két tucat kollégistával, és 1949-re mire a történet véget ér, majd elmondom, hogyan ér véget, addigra ez egy nagyságrendileg 10 000 fős, 100 kollégiumot számláló mozgalom, a mozgalom jellege miatt kapta ezt a nevet, hogy NÉKOSZ, ez a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, és talán ezen a néven a legismertebb, vagy ezen a néven maradt meg a Népi Kollégiumi Mozgalom a történelemkönyvekben, vagy az utókor számára. Én azért direkt nem ezt a rövidítést tettem az előadásom címébe, pontosan azért, mert ez alapvetően így 1945 után, amikor ez elkezdett az egész mozgalom növekedni, akkor vették fel ezt a nevet, hogy NÉKOSZ, és hogy ez valójában igazából nem fedi le annyira jól a 39 és 45 közötti szakaszt, amikor ez egy-kettő, legfeljebb három kollégium története. A másik nagy ambíciójuk 1945 után pedig az volt, hogy az eredetileg, ahogy mondtam, egyetemista fiatalok mozgalmát kiszélesítették, és 1945 után ez pedig már nem pusztán egyetemistáknak volt a mozgalma a NÉKOSZ, hanem voltak középiskolai, sőt általános iskolai kollégiumok is. És itt a képen látszódik, itt a táblákon néhány kollégium név, csak azt, hogy így, mennyi kollégium volt, itt tényleg itt ez a már a 45 utáni szakaszból van a kép, amikor itt már elkezdett ez burjánozni, sokasodni ez a mozgalom, egy ilyen nagyon rövid és nagyon dinamikus növekedési pályája volt. És akkor most ezen a ponton visszaugrok egyet az időben,
oda, hogy arról beszéljek, hogy mi motiválta egyáltalán ezt a mozgalmat. Miért kellett paraszt fiataloknak kollégiumot alapítaniuk, vagy mi volt ezzel a céljuk, és miért volt ez mozgalom? Ma is nagyon sokan laknak kollégiumban, nagyon ritkán definiálják ezt bármiféle mozgalomként, és ehhez képest a népi kollégiumi mozgalom nem pusztán egy egyetemi együttlakás volt, ahol így egy közös konyhán osztoztak, meg közös fürdőszobán, és aztán onnan bejártak az egyetemi óráikra, hogy elvégezzék, hanem egy nagyon erős politikai vízióval és misszióval bíró szervezet volt. De hogy honnan jön ez a politikai vízió és misszió? Alapvetően onnan, hogy ezeknek a fiataloknak paraszt hátterük volt, azaz alapvetően nagyon mélyen és nagyon közvetlenül megélték azt, hogy az 1930-as évek Magyarországának milyen igazságtalan, kizsákmányoló és elnyomó osztályviszonyai voltak. Alapvetően ők ezeknek a nagyon hierarchikus osztályviszonyoknak az alján voltak, alapvetően ők viselték, a családjaik viselték ennek a terheit, költségeit. Beszélhetünk itt anyagi költségekről, vagy tényleg így a, nem tudom, az egészségi költségekről, bármilyen költségekről. És azt ismerték fel ezek a paraszt fiatalok, hogy egyrészt nagyon nehéz bejutniuk az egyetemekre. Akik megalapították ezeket a kollégiumokat, sokszor az volt a tipikus életpályuk, hogy előtte már pár évet dolgoztak itt-ott, és akkor onnan spóroltak össze pénzt arra, hogy egyetemre tudjanak menni. Alapvetően az volt a tapasztalatuk, hogy nagyon nehéz bekerülni egyetemekre, és ott is folyamatosan hátrányban vannak. És harmadrészt pedig az volt a tapasztalatuk, hogy az önmagában nem megoldás, ha belőlük értelmiségiek lesznek, mert a családjuknak és úgy általában a magyar parasztságnak attól egy lehellettel sem lesz jobb az életük. Én ezt nem én mondom, ezt ők mondták magukról. Ez volna egyik ilyen alapító nyilatkozatukban, alapvető dokumentumokban, amikor itt ki is tettem a diára. Az a legnagyobb baj, hogy a nép fia, ha már tanul, anyjáról se akar hallani. Beszegődik a kizsákmányolók közé. Rosszabb lett minden úrnál. Alapvetően ez volt a tapasztalatuk, ez volt a helyzetképük, amit így leírtak a 30-as, 40-es évek fordulóján, és ezért voltak iszonyatosan kritikusak az individuális, egyéni társadalmi mobilitással, mert úgy látták, hogy igen, lehet, megtörténhet az, hogy 200 paraszt fiatalból értelmiségi lesz, de attól a parasztság sorsa egy hajszállal sem lesz jobb. És emiatt úgy érezték, hogy alapvetően annak kell lenni az ambíciójuknak, hogy ezt a hierarchikus társadalom és osztályszerkezetet felrúgják, és nem pusztán annak, hogy a saját helyzetüket ezen belül optimalizálják. Emellett az a nagyon fontos közös tapasztalatuk volt még, hogy a parasztság ennek a hierarchikus osztályszerkezetnek nem csak az elszenvedője, de a terméke is, és mivel ők megtapasztalták ezt a paraszti életet gyerekkoruktól fogva, nem idealizálták ezt. Majd mutatok képeket arról, hogy a korszak uralkodó osztálya hogy idealizálta sokszor a magyar parasztságot. Ők ebből jöttek, ebben nőttek föl, tudták, hogy ez alapvetően egy nagyon nehéz sors, és nem idealizálták ezt az életet. És az volt alapvetően az ambíciójuk, hogy így megszervezzék a parasztságot, mint egyfajta politikai erőt megszervezzék, és ne csak saját maguknak tegyék jobbá a saját életüket, hanem alapvetően annak a társadalmi osztálynak is, ahonnan származtak. De hogy kapcsolódik ez a korszak tágabb társadalmi, történeti, politikai helyzetébe? Alapvetően egy olyan társadalomról beszélünk itt az 1930-as években, amikben az ország népességének a 35%-a tartozott a szegény parasztsághoz, azaz a föld nélküli vagy nagyon kicsi birtokkal bíró parasztsághoz. Ehhez képest az egyetemen a hallgatók között egyetemi hallgatók másfél százaléka származott ilyen háttérből. Érezhető a különbség. Lehet, hogyha ma csinálnak egy hasonló statisztikát, nem lenne sokkal jobb a helyzet, de az biztos, hogy ez egy nagyon feszítő adat, és őket is nagyon feszítette ez az adat. És akkor itt ebben az idézetben talán láthatják is, hogy milyen nehézségekkel, milyen gyakorlati nehézségekkel kellett szembesülniük. Így írták le a saját helyzetüket, hogy ebből a néposztályból csak igen kevesen kerülhetnek fel egyetemre és főiskolára. Itt azonban ezek a kevesek is magukra maradottságukban, anyagi és társadalmi támogatás nélkül, csak hatalmas energiavesztességgel és jó részük elkalódása árán tudják megállni a helyüket. Azaz, ahogy mondtam, az előző dián ott volt az, hogy milyen kritikájuk volt az egyéni társadalmi mobilitás felé,
Másrészt, ahogy ebből az idézetből kiviláglik, alapvetően azt is látták, hogy ennek az egyéni társadalmi mobilitásnak is milyen óriási költségei vannak. Praktikusan azzal a helyzettel szembesültek, hogy egész konkrétra fordítsam, hogy fölköltöznek Budapestre, nagy nehezen összespórolják a pénzt, beiratkoznak az egyetemre, és nincs hol lakniuk. Iszonyatosan drága a lakhatás. Ez nem különbözik annyira a sok mai magyar fiatal élethelyzetétől, akik ha el akarnak kezdeni egy egyetemet, akkor Budapesten havi 80-100 ezer forintos albérletet kell fizetniük egy darab szobáért. Nagyon gyakran úgy vészelték út át az első heteket, hogyha volt például az egyetemen egy professzor, aki valahogy a szárnyai alá vette őket, akkor annak a egyetemi szobájában aludtak. Itt, mint képzeljék el, itt a negyedik emeleten sátoroznának paraszt fiatalok hetekig, amíg valami olcsó ágyra járó szobát nem találnak. Ez volt praktikusan a reális lehetőség. Igen. És ezért ezekből az anyagi kényszerekből is jött nagyon evidens és nagyon egyértelmű, hogy kollégiumot kell alapítaniuk. A kollégiumnak, majd beszélek róla mindjárt, volt egy közösségformáló ereje is. Azt, hogy ők együtt laktak, ezt egyszerre volt a anyagi kényszerekre, anyagi kényszerhelyzetekre egyfajta megoldás, hogy akkor, ha együtt lakunk, megosztjuk valamilyen szinten az erőforrásokat, akkor olcsóbban tudunk együtt lakni. Másrészt aztán ebből a kényszerhelyzetből víziót és missziót is faragtak. És ez a ponton megkérdezhetik, de hogy lett 3 tucat paraszt fiatalnak Budapest belvárosában egy kollégiumi épülete, hiszen ha összedobják volna mindannyian, akit otthonról hoztak, valószínűleg nem futotta volna egy 3 szintes épületre Budapest belvárosában úgysem. Alapvetően úgy lett egy kollégiumi épületük, hogy a késő hortikor uralkodó osztályának bizonyos részei, nem az egész, a bizonyos részei valahogy szimpatizáltak a parasság elnyomott helyzetével, vagy éreztek valamiféle szimpátiát, vagy szolidaritást. Vagy egyszerűen csak érezték azt, hogy ezek a iszonyatosan nagy társadalmi feszültségek, amik a parasság elnyomott helyzetéből fakadnak, adott esetben az ő uralkodó pozíciójukat is veszélyeztetheti, és ezért valahogy így a parasság fele fordultak. Ennek a fordulatnak része volt a népi írók és a népi szociográfia 1930-as évekbeli mozgalma, amit ennek az előadásnak a keretében nem fogok tudni részletesebben ismertetni, de ez egy olyan mozgalom volt, ami például nagyon sok mindent felszínre hozott arról, hogy milyen valójában a magyar vidéki népesség vagy a magyar parasztság élete. És alapvetően emiatt a helyzet miatt kezdte el a késő hortikor uralkodó osztályának egy része patronálni a népi kollégistákat. Az, hogy ez létrejött, az, hogy a uralkodó osztály bizonyos figurái és ezek a szegény paraszt fiatalok egymásra találtak, ebben nagy szerepe volt György Istvánnak, aki a ELTE elődintézményének, a Pázmány Péter Egyetemnek a néprajztaj székét vezette, ő egy néprajztudós volt, gyakorlatilag az első olyan néprajztudós Magyarországon, aki nem csak egy karosszékből írta meg, hogy milyen a magyar paraszti élet, hanem aki tényleg eljárt kutatni vidékre, és gyakorlatilag ő volt a kapocs itt a paraszt fiatalok és a hortikor uralkodó osztálya között, abban, hogy így a korszak uralkodó osztálya valahogy így beletegyen egy kis pénzt ebbe a projektbe. És akkor itt fölírtam a dia utolsó sorába, hogy milyen intézmények álltak így a népi kollégium mögé, vagy honnan jött a pénz, ha így nagyon konkrétan kérdezzük. Tett bele pénzt a Magyar Nemzeti Bank, tett bele pénzt a Hangya Szövetkezet, tett bele pénzt a Turul Szövetség. Szóval, hogy így alapvetően a korszak establishmentjének, vagy a korszak ilyen fennálló rendjének ből jöttek a támogatók, amik miatt egyáltalán létre tudott jönni ez a kollégiumi épület tényleg pár tucat kollégistának. És hogy még kicsit ezt a helyzetképet bonyolítsam, és kicsit megmutassam, hogy hol voltak ebben a népi kollégisták, alapvetően az biztos, vagy az egyértelmű, hogy a 20-as, 30-as években egyre több szó esett Magyarországon a parasztság helyzetéről. Nagyon sok közéleti vita folyt erről, egyre több értelmiségi fedezte föl azt, hogy milyen nehéz a magyar parasztság helyzete. Ennek egy alapvető eredete a földkérdés volt, az, hogy a korszakban a termőföldek nagyon nagy része, nagyon kevesek kezében koncentrálódott, ez különben megint egy hasonlóság a jelen helyzettel, ahol a mai Magyarországon ugyancsak a termőföldek nagyon nagy része, nagyon kevesek
kezében koncentrálódik. Annyiban talán mégis a különbség, hogy az 1930-as évek Magyarországán a népesség jelentős része a földből élt, ma ez már nem így van. És ez a földkérdés, ezek a nagyon egyenlőtlen birtokviszonyok nagyon komoly elitkritikákat is kitermeltek a korszakban, viszont ezek az elitkritikák sokszínűek voltak, sok hangúak voltak, nem ugyanúgy voltak elitkritikák, és alapvetően itt két fő csapás irányt lehet definiálni, és aztán ezt lehetne cizellálni természetesen, de hogy volt az elitkritikának az az ága, ami azt mondta, hogy az a baj a mai, azaz a 30-as évekbeli uralkodói elittel, hogy nem elég magyar, és hogy így elszakadt a néptől, és hogy erre az lenne a megoldás, hogy valahogy frissítsük fel az uralkodó osztályt a magyar parasztsággal. Juttassunk be több paraszt fiatalt az uralkodó osztályba, vagy akár ilyennek voltak abszolút ilyen antiszemita vágányai, és hogy legyen magyarabb a magyar uralkodó osztály. És volt a másik irány, ami pedig alapvetően az osztályhelyzettel foglalkozott, és az alapvetően azt mondta, hogy itt nem az a probléma, hogy az uralkodó osztály mennyire magyar, hanem az, hogy az uralkodó osztály van és létezik, és kizsákmányolja a birtokosok, kizsákmányolják a birtokokon dolgozókat. Alapvetően egy osztálykritika volt, vagy egy osztályszempontú elemzés, és ebből az elemzésből egy olyan cselekvési politika következtetett, hogy nem pusztán az a cél, hogy itt tegyük, nem tudom, magyarabbá az uralkodó osztály vérét, hanem az a cél, hogy így számoljuk föl azt a társadalom szerkezetet, amiben vannak uralkodók és vannak alávetettek. Az első példára az uralkodó osztály magyarítására hoztam egy idézetet Szabó Dezsőtől, aki azt üzente nagyjából a korszak uralkodó osztályának, hogy bennetek legyen a magyar paraszt, mint kenyér és hús az erős testben, mint erő a friss növényben, mint hit a keresztes vitézben, az legyen minél magyarabb az uralkodó osztály. Ez volt az egyik álláspont. Ez a két álláspont a népi kollégisták között legalábbis kezdetben keveredett. Nem arról volt szó, hogy ők az egyik mellett lecövekeltek volna, hanem különböző frakciókra bomlottak, adott esetben egy személyen belül is voltak ingadozások. Szóval, hogy nem volt feltétlenül egy ilyen nagyon letisztult álláspontjuk, ezt nem is kell megkövetelnünk tőlük utólag semmit, tényleg ilyen 20-22 éves fiatalokra gondoljanak, nem feltétlenül a legkikristályosítottabb elvekkel és elméletekkel érkeztek. Azaz ez az etnikai alapú és az osztály alapú elitkritika egyszerre jelent meg náluk. Volt, amikor azt mondták, hogy a társadalomunk fő kérdése az, hogy betömi a szakadékot, azaz, ami az úr és a paraszt között van. Azaz gyakorlatilag volt, amikor azt mondták, hogy az a céljuk, hogy így könnyebb, jobb legyen a mediáció, jobb legyen a kapcsolat az uralkodók és a alávetettek között. És volt, amikor azt mondták, hogy alapvetően föl kell számolni ezeket az uralmi viszonyokat. Ez egy ingadozó álláspont volt. Nem feltétlenül volt ez kiforrott, nem feltétlenül volt kikristályosodott. Ami közös volt ezekben az, hogy mind a két álláspont alapvetően a parasztság helyzetének a megoldására törekedett. Alapvetően a népi kollégisták, például a kollégiumból úgy hívtak előadót, hogy az a parasztságról mondjon valamit. Csak olyan előadót hívtak a belső előadásaikra, akiknek a parasztság helyzetéről volt valami mondani valójuk. Nem hívtak előadót, hogy beszéljen a kortárs francia szociológiáról, vagy nem hívtak előadót arról, hogy beszéljen a termelési folyamatok optimalizációjáról. Olyan előadókat hívtak, akikről úgy érezték, hogy a parasztság helyzetéről tudnak mondani valamit. Viszont idővel változott is a kollégisták álláspontja, és a kezdeti álláspontjukról, ami inkább a fele hajlott, amit itt a dián is látnak, hogy így valahogy így a uralkodók és az alávetettek közötti viszonyt simítsuk ki, ebből egyre inkább abba az irányba mentek, és akkor itt föl is teszem a diára azt a mondatot, ami később a népi kollégisták mottójává vált, hogy nem az a lényeg, hogy honnan jönnek, az, hogy a népfia vagy igazolnos sejt, ma nem azzal kellene, honnan jössz, azzal lesz csém, hova mész. Azaz nem, abba az irányba mentek, és abba az irányba mozdult az egész mozgalom, hogy nem a származás, vagy nem az etnicitás a lényeg, hanem alapvetően az, hogy milyen társadalmat szeretnének elérni, milyen társadalmat akarnak megvalósítani. Azaz ebből a szempontból, ha itt az előbb felvázoltam ezt az etnikai alapú és osztály alapú elitkritika kettősségét, ebből
idővel a népi kollégisek egyre inkább az osztályalapú kritika fele mentek el, és egyre inkább elhagyták ezt az etnicizáló beszédmódot. Ezzel együtt gyakorlatilag 1944-45-ig valahogy így együtt kellett élniük a Horthy kor uralkodó osztályával, alapvetően azért kellett együtt élniük, mert ők finanszírozták őket. És ez iszonyatosan sok feszültséget termel ki különben a kollégistákban. Itt látják ezen a dián ezt az idézetet. Ez egy olyan idézet, ami akkor a népi kollégisták a saját naplójukba írták le, akkor, amikor találkoztak a pártfogói testületükkel. A pártfogói testületükkel gyakorlatilag a korszak uralkodó osztályának kitüntetett alakjai, miniszterek, bankelnökök, bíborosok, efféle figurák alkották, ez benne is van az idézetben, és akkor így összelettek velük eresztve egy fogadás keretében. És akkor így leírják ezt a helyzet, hogy az asztalok roskadoznak kaviárral, rákokkal, homárral, stb. És akkor ők így össze vannak eresztve a korszak uralkodó osztályával, akik gyönyörködnek bennük praktikus, hogy milyen szép paraszt fiatalok, hát milyen jó a kiállásuk, és milyen szép bajszuk van, stb. És ezek a találkozások iszonyatosan sok feszültséget termeltek ki a népi kollégistákban. Egyrészt hogy praktikusan ilyen díszparasztként vannak kezelve vagy tartva. Meg vannak csodálva, hogy ők, mint a magyar parasztság, ilyen díszei vagy mintapéldányai ki vannak állítva. Másrészt az anyagi viszonyok is iszonyatosan provokálták őket, hogy tudták ők maguk, hogy mondjuk hogy élnek a szüleik, testvéreik falun, és akkor ehhez képest a parasztságra hivatkozni szerető uralkodó osztályt kaviározik és rákozik és homározik különben a második világháború közepén. Szóval, hogy ezek a találkozások amúgy egy nagyon komoly osztályalapú feszültséget vagy konfliktust szítottak bennük. 1944-45-ig ez megmaradt ez a helyzet, nem számolódott föl, részben azért sem számolódott föl, mert ahogy mondtam, a kollégisták egy függő helyzetben voltak. Gyakorlatilag a létezésük, a épi kollégium létezése, az ki volt annak téve, hogy ez a Horthy kor uralkodó osztálya valahogy anyagilag támogatja őket. És persze mindig voltak ilyen vízióik, hogy itt így alulról kéne megszervezni a finanszírozást is, mert hogyha így az volt a céljuk, hogy így a parasztsághoz kötődjenek, és akkor logikusan jött az a gondolatuk, hogy jó, akkor igazából milyen jó lenne, ha a finanszírozásunk nem az uralkodó osztálytól származna, hanem a parasztságtól származna. És akkor mindig írtak maguknak ilyen ötleteket, hogyha így minden magyar paraszt levágna a lovának a farkát, azt eladná és a pénzt nekik adná, akkor abból nem tudom hány évre biztosított lenne a működésük. Vagy hogyha minden magyar paraszt 10 tojást évente felajánlana a kollégium működésére, akkor abból hány évre biztosított lenne a működésük, de alapvetően ezt nem tudták megvalósítani. Ez az alulról finanszírozottság, így mai szóval mondva, vagy ez a mikrodonáció, ha ilyen nagyon 21. századiak akarunk lenni, ez folyamatosan felfeljött bennük, azért jött fel bennük, mert úgy látták, és különben szerintem jól látták, hogy ez lenne a függetlenségük záloga is, de ezt praktikusan nem tudták megvalósítani. És ezért folyamatosan azzal a dilemmával szembesültek, hogy lehet az, hogy tudják azt megoldani, hogy ők ne integrálódjanak a korszak uralkodó osztályába, mert hogy minden arra tolja őket. Egyetemen vannak, itt a korszak uralkodó osztálya így a pártfogó testület képében így a karrierre öreli őket, hát így minden gyakorlatilag így arra tolja őket minden társadalmi rendszer, hogy így ebbe az uralkodó osztályba így bekapcsolódjanak. Ezek tudnának nekik állást adni, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És nagyon érezték ennek a helyzetnek a feszítő voltát, hogy ők nem ezt akarják, de gyakorlatilag minden erre fele tolja őket. Erről is szól ez az idézet, ez a munkás vagy parasztember akár el is irathatta a fiát, ha az iskolába adta, mert szülei osztályát kellett erre elárulnia érte, vagy pedig ha az urak Magyarországa helyett a munkások és parasztok Magyarországát választotta, akkor örökre megbélyegzett ember, szellemi inségmunkás, állástalan diplomás lehetett belőle. Azaz nagyon jól felismerték, hogy ez alapvetően anyagi kényszerhelyzetek tolják őket abba az irányba, hogy integrálódjanak a fennálló elitbe, de ők ezt nem akarják megtenni. Ezt a helyzetet úgy fogalmazták meg maguknak, és ez szerintem egy nagyon jó metafora, hogy ez egy janicsár dilemma. Gyakorlatilag abban a helyzetben voltak, mint a,
azok a magyar kisgyerekek, akiket a törökök elraboltak, és janicsárokat képeztek belőlük, akik aztán újra az országra támadtak. És úgy érezték, hogy gyakorlatilag ebben a kényszerhelyzetben vannak, hogyha integrálódnak a fennálló uralkodó osztályba, akkor újra a saját társ eredeti születési osztályuknak a kizsákmányolói megnyomorítói lesznek. És ezt akarták elkerülni. Ezt a janicsár pozíciót akarták valahogy megugrani, kikerülni, kicselezni. És erre alapvetően azok az eszközeik voltak, egyrészt, hogy anyagilag függetlenedjenek, de ahogy ezt elmutattam, ez nem sikerült. És akkor innen jött az, hogy jó, akkor próbáljuk meg kulturálisan függetlenedni. Próbáljuk meg így az osztályhelyzetünket tudatosítani önmagunkban, és próbáljunk meg legalább ilyen kulturális gyakorlatokkal függetlenedni a fennálló rendtől. És akkor ezért csinálták azt, hogy például minden évben csináltak szociográfiai táborokat a vidéki Magyarországon, hogy jó, hogy mi évközben egyetemre járunk Budapestre, de nyáron menjünk el egy hosszú táborra valahol a magyar vidékre, általában annak is a valamelyik szerencsétlenebb pontjára, és ott nézzük meg, hogy milyen az élet, mert hogy ez segít minket megtartani abban az osztályhelyzetben, vagy amellett a társadalmi osztály mellett, amihez mi kötődni akarunk. Ezért csináltak üzemlátogatásokat is, hogy lássák, hogy milyen a munkásság élete. Ezért csináltak olyan kutatásokat, ez szerintem egy iszonyatosan izgalmas dolog, ami az ilyen korszak más alávetett, kizsákmányolt osztályával foglalkozott. Mert észrevették, hogy a parasztság helyzete nagyon nyomorult a 40-es évek Magyarországán, de nem csak a parasztság helyzete nagyon nyomorult a 40-es évek Magyarországán, és ezért csináltak például kutatásokat prostituáltakkal. Ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy ennek ezt így felismerték. És adott esetben különben a családlátogatás, és amikor visszamentek a saját családjukhoz egy-egy szünetben, azt is egyfajta ilyen pedagógiai eszközként is kezelték, vagy tartották számon, ami segít tudatosítani azt, hogy ők honnan jönnek, hogy mi a saját osztályhelyzetük. És ehhez, hogy ezt valahogy tudatosítani tudják, ehhez próbáltak pedagógiai eszközöket is rendelni. 1945 előtt alapvetően egy ilyen Barkács Buher a pedagógiája volt a mozgalomnak, nem voltak ilyen nagyon kiforrott elveik, így ez egy arra az időszakra abszolút igaz, hogy ez a gyakorlat pedagógiája volt. Valahogy megpróbálták a saját működésüket így pedagógiailag is így kitalálni. Ennek alapvetően a legfontosabb része az volt, hogy megpróbálták modellezni a saját kis kollégiumunkban azt, hogy hogy kéne működnie a társadalomnak úgy tágabban. Nagyon hittek abban, hogy a szövetkezetek, a termelő szövetkezetek lehetnek egy megoldás arra a parasztság helyzetére, arra, hogy ne mikrobirtokokon kelljen gazdálkodni, és közben arra, hogy hogy a termelés demokratikusan is legyen megszervezve, ahogy azt a szövetkezetiség elvei mondják, nem úgy, ahogy a Magyarországon a TSZ-esítés működött feltétlenül. És ezért azt csinálták, hogy 45 előtt arra nem volt lehetőségük, hogy hirtelen szövetkezeteket alapítsanak szerte az országban, de azt kezdték el gyakorolni, hogy így a saját kis kollégiumi szobájukban elkezdték megosztani egymással az erőforrásokat. Hogyha valaki kapott otthonról ezt, a másik meg azt, a harmadik meg amazt, akkor nem az volt, hogy mindenki megette a sajátját, hanem betették közösen, és közös erőforrásként használták. Ezt nevezték ők szobaszövetkezetnek. Ez különben egész jól tudott működni, mert ne ilyen 2-3 fős szobákat képzeljenek, hanem 16-20 fős szobákat. Szóval, hogy így sok helyről sokféle különböző erőforrás érkezhetett be. Ezért volt az, hogy így folyamatosan a parasztság helyzetéről tartottak előadásokat, és nagyon fontos volt számukra az aktivizmus. Alapvetően az ilyen parasztság érdekében végzett politikai aktivizmus. Nem feltétlenül a népi kollégisták, nem feltétlenül a egyetemi tanulmányai eredményeikkel tűntek ki, ha őszinték akarunk lenni. És ezért különben nagyon izgalmas felvételi kérdéseket is állítottak ki, vagy állítottak össze, nem olyan felvételi kérdéseik voltak, amikben az egyetemi tananyag cizellált tudását kérték számon a felvételizőktől, hanem itt látnak abban a kis dobozban néhány felvételi kérdés az 1943-as felvételiükből, amikben olyan dolgokat kérdeznek, amikről úgy érezték, hogy az valahogy érinti az akkori magyar parasztság helyzetét, hogy probléma az, hogy a paraszt fiatalok már nem tudom, népviseletben járnak, hanem félcipőben, vagy harisnyában. Szerintem egy olyan kérdés, amiről, ha itt most így kinyitnánk, itt el tudnánk vitatkozni ma is egy órán át. De hogy így
egy nagyon aktuális és jelenbeli társadalmi kérdést kérdeztek a felvételizőktől, nem valami nagyon absztrakt, elvont tudományos dilemmát. Ugyanez, hogy van-e ellentét, igaz-e, hogy van ellentét a magyar és a nemzetiségi paraszt között? Ugyanúgy valami nagyon aktuális, akut helyzetre kérdeznek rá. És a harmadik kérdés talán a számomra a legizgalmasabb, ami nem is pusztán egy elméleti kérdés, hanem egy feladat gyakorlatilag a felvételizők felé, hogy ha egy tied lenne a falu, évig te birtokolnád a falud erőforrásait, akkor hogy rendeznéd át a falud életét? Ez gyakorlatilag egy ilyen nagyon praktikus, gyakorlati feladatot adtak a felvételizőknek, mert ők maguk is egy nagyon praktikus és gyakorlati feladatra készültek, mivel a társadalom megváltoztatása, amit ők szerettek volna, az nem pusztán egy elméleti feladat, az nagyon sok gyakorlati vonatkozással jár. Ami úgy került fel a diára, hogy az osztályszégyen lebontása, az szerintem egy iszonyatosan fontos dolog, és most nem fogok tudni részletesen belemenni, de alapvetően úgy kerültek be nagyon sokan a népi kollégiumokba, hogy szégyelték azt, hogy parasztok. Mert egy alávetett társadalmi pozícióból érkeztek, ami nagyon gyakran a korabeli közbeszédben is megvolt bélyegezve, és egy nagyon erősen belsővé tett szégyennel érkeztek, egy nagyon erős osztályhelyzethez kapcsolódó szégyenérzettel érkeztek be, és nagyon sokszor ennek a népi kollégiumi működésnek az volt egyik legfontosabb része, vagy az volt, az egykori tagok úgy számolnak be, hogy az volt számukra nagyon felszabadító, hogy ezt így le tudták bontani, vagy rá tudtak jönni arra, hogy az, hogy én paraszti származású vagyok, az nem feltétlenül egy szégyen, vagy egy billog, amit így el kell titkolni a világ elől. És ez különben, ha így mai oktatás szociológiát néznénk, akkor ezt ugyanezt megírják a, nem tudom, 20. század második felében az oktatás szociológusok, adott esetben az ilyen munkásosztálybeli háttérrel, hogy az iskolában hogy válik nagyon gyakran egy szégyelni való, eltitkolni való dologgá. És a kollégiumi működés pedagógiának a leghíresebb vagy hírhettebb eszköze, az pont a belső demokráciához kötődött, és ennek a buktatóit is jól megmutatja, ez az úgynevezett kritika-önkritika nevű gyakorlat, ami praktikusan abból állt, hogy fél évente, évente egy kollégium minden tagja összegyűlt, és mindannyian mindenkiről mondtak kritikát, aztán mindenki önmagát is megkritizálta. Ez így elmondva lehet egy ilyen nagyon jó, fejlesztő, építő dolog, hogy akkor nem az van, hogy az igazgató mindenkinek kiosztja a jegyeket, és mennyire voltál jó népi kollégista fiacskám, lányocskám, hanem mindannyian tudnak egymásról kritikát adni, illetve tudnak a saját hibáikra is visszatekinteni. Azonban ez a műfaj, ami így elmondva tényleg így a demokratikus pedagógiai gyakorlatok legjobbja lehetne, azért valójában sokszor nem működött feltétlenül jól, mert sokszor a kollégiumon belüli informális hatalmi viszonyokat képezte le, akik fontos emberek voltak a kollégiumban, ők hangosabban kritizáltak és kevesebb kritikát kaptak, akik mondjuk új tagok voltak, ők halkabban kritizáltak és több kritikát kaptak. Azaz ez a elméletileg vagy papíron nagyon szép demokratikus pedagógiai gyakorlat, azért a valóságban sokszor ilyen fájdalmakkal, vagy nehézségekkel, vagy sebeket hagyott a kollégistákon. Föltettem ide két emblémáját, vagy logóját a kollégiumnak, az egyik különben a 45 előtti és a 45 utáni logó, és ezen nagyon szépen látszik is, hogy mi változik itt valahol így 45 körül, a kollégium missziójában. A 45 előtti, itt a 42-es logón ugye látunk egy paraszt fiatalt, aki egy ilyen kéz tart egy gyertyát, és a gyertyánál olvas a paraszt fiatal. Alapvetően egy ilyen intellektuális kép, hogy itt ilyen művelődés van, vagy ilyen okosodás van. És az, hogy ki ez a kéz, az nem egyértelmű, hogy ez ők szerintem úgy szerették volna elképzelni, hogy ez a parasztság keze, amin ülnek és ami tartja őket, de ha őszinték akarunk lenni, akkor ez valójában inkább a hortikor uralkodó elitjének a keze, ami tartotta őket. És ehhez képest a 45 utáni logó, ami a másik oldalon látnak, ez a zászlóval és tollal együtt, ez már egy sokkal harciasabb, sokkal aktivistább missziót sugall számunkra, és ennek a korszaknak is, abban is alakult ki a népi kollégistáknak az a mottójuk, hogy ők a harcban nép, a munkában értelmiség. Azaz gyakorlatilag azt próbálták megvalósítani, hogy amikor társadalmi konfliktusokról van szó, akkor ők mindig a néppártyán álljanak, de ezen belül
alapvetően értelmiségi funkciót látnak el, értelmiségiként működnek, olyan értelmiségiként, ami a nép mellett áll. Ezt írja le többé-kevésbé az organikus értelmiség fogalma, hogy ők a parasztsághoz organikusan kapcsolódó értelmiségiek akartak, vagy akartak volna lenni. És ebben a 45, ha már itt tartunk, hogy mi változik itt 45 körül a népi kollégiumokban, akkor azt kell látni, hogy itt van egy nagyon erős baloldali fordulat. Valahogy így a bokrok alatt jön egy nagyon erős baloldali fordulat a népi kollégiumokban. Nehezen dokumentálható, hogy ez hogy történt. Azért miért dokumentálható nehezen? Alapvetően azért, mert 1945 előtt a kommunista párt illegálisan működött Magyarországon, azaz a kommunista párt és a népi kollégisták közeledéséről evidensen nem nagyon készült papíros dokumentáció, hogy illegális tevékenységeket nem feltétlenül szokták az emberek így részletesen naplózni. De az biztos rekonstruálható, hogy itt van egy folyamatos közeledés a népi kollégisták és a kommunista, magyar kommunista párt között. Ez részben az egy igazgatóváltással is függ össze a népi kollégiumon belül. Kardos László lesz a 40-es években a új igazgatója kollégiumnak, aki már alapvetően egy kommunista szimpatizáns fiatalember. Nagyon izgalmas, bemutatják őt a pártfogói testületnek. A pártfogói testületnek azzal nincs baja, hogy ő kommunista, valószínűleg nem is tudják. Azzal van baja, hogy ez a Kardos ilyen csenevész, satnya, nincs elég erős arcszörzete, és a pártfogói testület úgy érzi, hogy hát ez fogja képviselni a magyar parasztokat. Hát ez nem néz ki elég parasztosan, és akkor ezen rugóznak néhány kört, hogy nem néz ki eléggé parasztnak. Nem elég szőrös az arca, és nem tudom, nem elég izmosak a vállai, de aztán végül jóvá hagyják, és a Kardos lesz a kollégium igazgatója. Itt a háború vége fele, ahogy praktikusan minden szétesik Magyarországon, úgy a népi kollégiumok is egy rövid időre szétesnek, alapvetően a tagok vagy hazamenekülnek a családjukhoz, hogy ott vészeljék át a front átvonulását, vagy adott esetben sok népi kollégista részt vett a partizánharcokban is, és jó páran el is hunytak, a Királyi Pál utcában találnak egy emléktáblát az elhunytak emlékére, és amit könyvet ide feltettem, az pedig talán a legerősebb papíros bizonyíték annak, hogy hogy válik egyre hogy kerül egyre közelebb egymáshoz a népi kollégiumi mozgalom és a korszak kommunista pártja, ez a Révai Józsefnek a kötete, a Marxizmus és népiesség, ami annak egy szép dokumentuma, hogy így a kommunista párt egyre inkább elkezdett figyelni a korszakban így a parasztság helyzetére, vagy egyre inkább a politikainak a fókuszába került. És alapvetően itt a 40-es évek közepére az válik a népi kollégisták fő missziójává, hogy így ezt a saját társadalmi osztályukat valahogy így, forradalmivá tegyék. És ennek szerintem egy nagyon szép példája az indulójuk, amit megpróbálok lejátszani. Talán sokan ismerik is a Sej a mi lobogónkat című dalt. Ami abból a szempontból egy nagyon sok mindent elmond ez a dal, hogy úgy csinálták meg, hogy fognak egy népdalt, és annak a szövegére írják rá ezt a forradalmi indulót praktikusan. Másrészt ez a dal azért is nagyon sokat mondó, mert így látszik az, hogy így nagyjából mi volt az a gondolatiság, amiben itt 45 körül voltak a népi kollégisták, ez a holnapra megforgatjuk az egész világot, ők tényleg ebben voltak, hogy úgy érezték, hogy itt 45 után egy olyan politikai változás van, amikor végre megvan az a lehetőségük, hogy egy olyan társadalmat teremtsenek, amiben a parasztság nincs többé alávetve. Ez elég kérdőjeles, hogy sikerült-e, de 45-ben nagyon hittek ebben, hogy itt most ütött a mi óránk, nem csak a kis kollégiumi szobánkban tudunk szövetkezeteket csinálni, hanem végre tényleg felemeljük a magyar parasztságot.
Egyébként az, hogy így egy ilyen népdalra írnak rá egy forradalmi indulót, ez nem egyedi. Ha ismerik az olasz Bella Ciao című dalt, akkor az pont ugyanennek a példája. Ott ez ilyen, egy ilyen eredetileg ilyen olasz rizsszedő nők dalából vált egy partizán dallá a Bella Ciao. Szóval nagyon hasonló pályaívet járt be különben, mint a Sejja mi lobogónkat, hogy hogy válik egy ilyen népi dalból egy forradalmi dal. És 45 után természetesen nem a semmiből jött ez az optimizmus, hogy itt meg tudják forgatni az egész világot, hanem abból jött, hogy itt a új 45 utáni rendszer felkarolta a népi kollégiumokat, és hirtelen egyfajta léptékváltás következett be, ekkor történik az, hogy 3 kollégium helyett hirtelen nagyjából 100 kollégium lesz, innentől iszonyatosan gyorsan és exponenciálisan kezd működni a mozgalom, mert praktikusan minden 45 utáni politikai erő valahogy a népi kollégiumok mögé állt. És hogy így mutassak egy korszakból egy kicsit propagandisztikus, de mégis sokat mondó videót, hogy így hogy reprezentálták a népi kollégiumokat egy 46-os filmhíradóban, hogy mutassam meg. Ács Pál, 18 éves érettségizett leánya, szorgalmasan végzi napi munkáját. Nem fejlődhetett volna tovább, ha nem ad rá lehetőséget a budapesti Györfi kollégium. Ács Ilona orvos lesz. Munkások és parasztok gyermekei találnak tanulási lehetőséget a népi kollégiumokban. Föltettem erre a diára egy idézetet arról, hogy így 46-ban talán, hogy számol be egy népi kollégista, de gyakorlatilag egy ilyen fél éves beszámolóban arról, hogy mit csinált az elmúlt fél évben. Szervezett szövetkezeteket, agitálta a Lajos Mizse környéki paraszt tanulókat, katalogizálta a teljes kollégiumi könyvtárat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag egy ilyen 15 embernyi munka van itt ebben az egybekezdésben felsorolva, és ez nagyon sokat mondó arról, hogy mi az a óriási lelkesedés, ami elöntötte a népi kollégistákat 45 után. Nagyon sokan részt vettek például a földosztásban 45 után, a korábbi nagybirtokok szétosztásában a parasztság között. Nem voltak formálisan, hivatalosan politikai erőhöz kötődőek, de ez a gyakorlatban azért nem volt így. Alapvetően a népi kollégisták egyrészt leginkább a kommunista párthoz kötöttek, másrészt a paraszt párthoz, ami ugye a szegény parasztságnak volt a pártja. Hiába ez a jó viszony a kommunista párttal, a népi kollégiumok pályája vagy pályaíve elég gyorsan véget ért, egész pontosan 1949-ben. És így 48-49 körül egyre több összezördülés volt közöttük, illetve a kommunista párt között. Alapvetően abból fakadóan, hogy a népi kollégisták így autonómnak képzelték el magukat, autonóman szerettek volna működni. Úgy képzelték el, hogy mi osztjuk a kommunista párt elveinek a 95%-át, de mi egy autonóm, demokratikusan működő szervezet vagyunk, amiben demokratikus döntéshozatal van, és így tovább, és így tovább. És ez nem fért igazán össze az egyre inkább központosuló kommunista párttal. És ebben a helyzetben, ami, hogy a népi kollégisták a 40-es évek első felében fügtek a Horthy-kor uralkodó elitjétől, onnan jött a pénzük, infrastruktúrájuk, és így tovább. Hasonló módon kezdtek el függni a kommunista párttól 45 után, mivel gyakorlatilag ugyanúgy onnan jött az anyagi erőforrásaik, és nem pedig a parasztságtól. És ez a helyzet gyakorlatilag 48-49-re egy ilyen sajtókampányban élesedett ki, amiben a korszak ilyen pársajtója olyanokkal vádolta meg a népi kollégistákat, hogy olyan reakciós gyakorlatokat végeznek, mint a jógázás például, és a történet vége az lett, hogy 1949-re
föl lett számolva a népi kollégiumi mozgalom, formálisan önmagukat számolták föl, a gyakorlatban ez nem egy autonóm és demokratikus döntés volt. És a utolsó két percet lehet, hogy arra szeretném kihasználni, hogy így röviden fölvázoljam, hogy mi volt a népi kollégisták tipikus pályaíve a következő évtizedekben. Evidensen tipikus pályaívről beszélek, mivel több tízezer emberről van szó, mint külön életpályák, mégis a legjellemzőbbet szeretném felvázolni, az volt, hogy alapvetően ezek a jól képzett fiatalok többé-kevésbé beépültek, beilleszkedtek a kádárkor értelmiségébe, illetve ilyen technokráciájába. Voltak, akik ilyen úgymond nagy értelmiségiek lettek, mint a Nagy László, a Psóta Irén, a Juhász Ferenc, és millióan lettek, nem tudom, középiskolai tanárok, iskolaigazgatók, orvosok, és így tovább, és így tovább, és így tovább, vállalatigazgatók, stb. De alapvetően az lett az életpályájuk, amit el akartak kerülni. Az, hogy beépüljenek egy korszak uralkodó osztályába. És én ezért vagyok nagyon szkeptikus és kritikus azzal, amikor úgy emlékeznek a népi kollégiumi mozgalomra, hogy de hát az mennyi csodálatos embert adott az országnak. Természetesen sok híres művész, alkotó, tudós került ki az ekkori népi kollégisták közül, és viszont ha csak ilyen névsorolvasást tartunk, akkor pont azt veszítjük szem elől, hogy pont a mozgalom az eredeti misszióját és vízióját nem tudta beteljesíteni. Nem azért, mert nem voltak ügyesek, hanem azért, mert a történelmi körülmények praktikusan lenyomták őket. És különben, de mégis volt ez a nagyon erős közös tapasztalat, hogy hirtelen itt a 40-es években, különösen a 40-es évek második felén olyan tömegek kerültek egyetemre, akiknek ez korábban elképzelhetetlen volt az életükben. És ez nem csak a népi kollégistákra igaz, hanem nagyon sok mindenki másra igaz, mert hirtelen 45 után nagyon sok mindenkinek nyíltak ki az egyetem falai, akik számára korábban ez elképzelhetetlen volt. És természetesen ez a alapvetően egyéni osztálymobilitás egy csomó nehézséget is hordozott magában, és ezt itt a 60-as, 70-es évek magyar kultúrájában nagyon sok kulturális termék van, ami többé-kevésbé erről szól. A képre a Jancsó Miklós Oldás és Kötés című filmét tettem ki 63-ból, aminek a története az, hogy a fiatal paraszti származású orvos nem találja a helyét Budapesten, nem találja a helyét a kórházban, visszamenne az apjához tanyára, de már ott se találja a helyét. Ez a se itt, se ott helyvesztés, ez ami egyébként a népi kollégistáknak, sokuknak egy közös élményévé vált, és ezt aztán itt a 60-as, 70-es évek magyar kultúrájában nagyon gyakran ilyen kultúrás termékek formájában is megjelenik. Ezt szerettem volna elmondani, és zárásul csak egy-két ilyen ajánlott olvasmányt szeretnék mutatni, hogyha valakit mélyebben érdekelne még a kérdés. Zöld borítóval a Pataki Ferencnek a népi kollégiumok egykori külön fontos alakjának és nagyon fontos magyar szociálpszichológusnak a visszaemlékezés, a Nékosz legenda címmel, ami gyakorlatilag a saját szociálpszichológiai tudásán keresztül olvassa újra a saját fiatalkori nékoszos aktivitását. Aki inkább ilyen történelemtudományok felől olvasná, ott a 44-ig tartó történetüknek van a Pap Istvánnak ez a kék kötetes, vagy kékborítós kötet, a népi kollégiumi mozgalom története 44-ig. Aki a elején röviden említett kritikai pedagógiai érdekel, jobban annak ajánlom a Fordulat folyóiratnak a kritikai pedagógia című tematikus számát egy-két évvel ezelőttről, és még két tanulmányt is feltettem, amik kapcsolódnak. Köszönöm a figyelmet, és szívesen válaszolok kérdésekre.